Polgármester, sok szeretettel köszöntöm, vágjunk is bele rögtön a beszélgetésünkbe, mi újság a szajoli szúnyogokkal? Most süt a nap, nincsenek. Természetesen nem szeretném ezt viccesen elütni. A Tisza folyó megint nem megtréfált, az időjárás olyat hozott, hogy a Tisza is följött majdnem az első árvízi védekezésig, és ugye nagyon sok helyre kiöntött, és a szúnyogoknak utána megjött ez a 30-35 fok meleg, ennél jobb nem kell a szúnyognak, és megint versenyeztünk, hogy kibírja tovább, hogy a szúnyogok kelése, meg az írtás. Természetesen azt szeretném leszögezni, hogy a szúnyogírtás az a katasztrófa védelem feladata. Tehát elsődlegesen nekik kell ezt kezelni, meg is tették, fönt volt a honlapon. Na most az, hogy a vihar miatt, vagy technikai okok miatt nem tud egy repülő felszállni adott településre, és nem tudja a mérget leszórni, ez benne van. Na most az idei évtől azt is kell tudni, nem tudom mennyire követték nyomon az emberek azt a dolgot, hogy a légi kémiai szúnyogírtást az Unió letiltotta, ugyanis az a vegyszer, amit eddig használtak, azt ugye nem lehetett használni. Amit meg lehet használni, az meg nem olyan hatásfokkal dolgozik. És akkor azt találta ki a katasztrófavédelem, hogy autókat rendeztek be arra, hogy ezt a mérget földi úton juttatták ki a környezetbe, viszont ennek meg nem volt olyan hatásfoka. Az emberek azt érezték, hogy a szúnyog jön, írtanak, de nem történik semmi. És ez az idei év megint egy tanuló év volt, hogy el kell kezdeni a biológiait írtani, akkor, amikor kell, ha följön a Tisza, ha csapadékos az időjárás, ha nem, ezt meg kell tenni. És akkor a lárvákat már lárva időszakban, a szúnyoglárvát abban az időszakban megöli ez a vegyszer, és nem tud kikelni. Kevesebb fog kikelni, és utána egyre könnyebb lesz fenntartani azt a csípésszámot, amit lehet. Mi most önkormányzat bármennyire nagyon sokan azt mondták, hogy én szabadságon vagyok, és akkor engem nem érdekel a szúnyog. Szabadságon, persze valamennyi szabadságon nyilván voltam, de ide-haza, úgyhogy én is éreztem, hogy mennyi szúnyog van, hiszen én a Holtáktól légvonalban szinte ilyen 100 méterre lakom. Én is éreztem, és higgyék el, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy a szúnyogokat amennyire lehet írtsuk ki. De természetesen az se szabad, hogy nullára leírtsuk, hiszen a környezetvédelem, meg vannak olyan madarak, akik ebből élnek. Tehát az se szabad. De nyilván nem ezt veszük figyelembe, hanem az, hogy a lakosságnak az az érzése, hogy kiül egy bográcsolásra, vagy este kiül egy beszélgetésre, és borozgatunk egy udvar végén, meg tudjanak lenni. Ez az elsődleges, hogy az emberek ezt el tudják viselni. Mi mindent megtettünk annak érdekében, mert amikor a katasztrófa védelem nem jött, mi megrendeltük. Tehát saját pénzből, ami nem a mi feladatunk, még egyszer mondom, és nem sajnáltuk rá a pénzt, most is meg van rendelve, most is jön, volt légiírtás, volt földi, de mi most már augusztus 20-áig 3 plusz rendelést is megtettünk, ahol a füstölős jön majd az utcákba, és akkor szépen elködöli azt a mérget, és akkor a szúnyogoknak reméljük, hogy olyan mennyiségét elpusztítja ez, hogy az embereknek élhetővé válik a település. És ha élhető lesz a település, akkor vélhetően programok is lesznek, amiket lehet élvezni, illetve lesznek programok? Há, igen. Augusztus 20-a ugye a következő program. Természetesen készülünk, hiszen a kormányzat most már megmondta, hogy mik a feltételek. Hát szeliden készülünk, azt is bevallom. A templom búcsú az meg lesz tartva, és a búcsú keretében a főúton a Trianon emlékművet nem tudtuk átadni június 4-én, de most szeretnénk ezt felavatni, átadni. Ott az lesz, előtte nap, ez csütörtök 20-a, előtte nap este a templomba a Bartók Kamarakórus ajánlott fel egy koncertet. Ők fognak jönni nekünk énekelni a templomba, és 21-én a Faluházban lesz egy olyan program, ami gyerekeknek, családoknak szól, és ez lesz berendezve. A többit nem nagyon mertük megrendezni, mert nem tudjuk kiszámítani egy olyan diszkót, vagy egy utcabálat, ahol 500-ig lehet csak, azt nem mertük bevállalni.
közösen a üzemeltetővel, hiszen ha 501-en vannak, akkor az már szabálytalan, és akkor haza kell küldeni valakit, tehát ezt azt gondolom, hogy nem kell fölvállalni, de lesz előzetesen még egy karaoke diszkó itt a településen, az azt gondolom, hogy nem vonz be 500 embert, és akkor úgy, hát most ez azt gondolom, hogy szép csendesen ez a 20-a ugyanúgy elmegy, ahogy a március 15-e, és a karantén miatt, meg a veszélyhelyzet miatt ezt most túl kell élni, hiszen azt látjuk, hogy most nem kell külföldre menni, azt is szeretnénk, ha a külföldiek nem annyian jönnének, most minden csak helybe minimálisan, de azért tartsuk meg, én azt gondolom, mert nemzeti ünnep, Szent István ünnepe, azért ez egy nagy hagyománnyal rendelkezik, de nem szeretnénk azt, hogy ne emlékezzünk meg erről az ünnepről. És a külföldiekat gondolom a határon túli magyarokra is gondolt, polgármester úr. Igen, sajnos fáj a szívünk, igen, hiszen testvértelepülés van, mi se tudtunk kimenni hozzájuk, illetve hát elmenni hozzájuk, ők se tudtak jönni az idejében, tehát ez már elmaradt ugye júni nyári hónapokban, de bízom benne, hogyha ez lemegy, akkor bepótoljuk, hiszen a pályázatot megnyertük, jövőre az idei pályázatot át lehet vinni, és már a jövőre levőt is megnyerték, tehát jövőre duplázunk, hogyha sikerül. És bízom nagyon benne, hogy a második hullám, hogyha levonul, vége lesz ennek már, és akkor jövőre visszatérünk a régi kerékvágásba. Ha már pályázatok a Magyar Falu programban, szóval mennyire volt szerencsés idén? Figyeljük a pályázatokat, adtunk be útra, egyház is adott be, meg nagyon sok pályázat még ki van írva, amiben most be tudunk pályázni. Most az első kettőnél ugyan beadtuk a pályázatot, de forráshiány miatt nem kaptunk rá összeget. Hogyha marad belőle pénz, akkor nyilván azon lesznek, hogy segítsenek minket. A többit meg még most fogjuk beadni, és akkor bízunk benne, hogy azok meg már elsőre is sikeresek lesznek. Az utat is említette polgármester, a bekötő út hogy áll? Igen, a bekötő út halad a maga útján, és reményeink szerint most augusztus 10-ére van prognosztizálva az, amikor az alsó aszfaltot végig tudják húzni, és akkor most már kijönnek a hullámok, nem lesz hullámos az út, és az a kopóréteg, amit majd rá kell húzni, hát az szintén a Magyar Falu programban még egyszer megpályázzuk, illetve a jövő évi költségvetés majd biztosítja, de így csináltuk ezt a Kölcsei úttal, meg a főúttal is, hogy ha nem bírunk, akkor két évre elhúzva meg fogjuk valósítani, de én bízom benne, hogy 10-én már olyan állapotban lesz az út, hogy észre se veszik az ott közlekedők, hogy eddig milyen hullámos volt, és utána csak a kopóréteget kell rátenni az útra. Augusztus elején van, de a gyermekes szülőknek ilyenkor már az motoszkál a fejében, hogy szeptemberben iskola kezdés lesz, ha lesz. Hát én bízom benne, meg ugye a hírek arról szólnak, hogy az iskola óvoda visszaindul rendes üzemmódba. Ha valami nagy baj nem üt be, én nagyon bízom benne, hogy szeptember 1-ével az iskolánk is, meg az óvodánk is normális üzemmódba visszaindul. Természetesen még akkor is figyelve arra, hogy ugye a higiéniás körülményekre ott kezet kell mosni, meg jobban kell odafigyelni. Tehát azért azt lehet hallani, hogy bármennyire nem üt be nálunk a baj, de azért az itt van. És azt mindenféleképpen számon kell tartani, és meg kell előzni a bajt. Polgármester úr, én azt gondolom, hogy mára ennyit a beszélgetésünkről. Egy olyan másfél-két hét múlva még az augusztus 20-ai ünnepkor előtt mindenképp találkozunk, és nézzük át, hogy mi van még, és lehet, mi változott az augusztus hónappal kapcsolatban. Addig pedig jó munkát kívánok. Köszönöm szépen is mindenféleképpen, hiszen itt napra is változhat. Látjuk a környező országokban, hogy akár 2-3 naponta szigorítanak, vagy engednek, de inkább szigorítanak, és ez miatt én is azt javaslom, hogy még ott 20-a előtt akkor adjunk egy tájékoztatást a lakosságnak, hogy mi itt Szajóban vagy Magyarország hol tart, és akkor információval vannak ellátva. Köszönöm szépen!